A motorkerékpáros balesetekben meghaltak, illetve megsérültek 70%-kal nem töltötte be a 35. életévét. Ezért is nagyon fontos, hogy a motorosok a néhány hónapos vezetés kihagyás után ne csak magukat, hanem járműveiket is készítsék fel a közlekedésre. A hetek óta tapasztalható, kedvező időjárás beköszöntével ugrásszerűen nő az utakon a motorosok száma, még ebben az időszakban is, amikor hivatalosan a koronavírus járvány miatt érdemes lenne otthon maradni. Van egy korlátozás, amelyet be kell tartani nem csak az autósoknak, a motorosoknak is. A szabály úgy rendelkezik, hogy munkavégzés céljából gépjárművet szabad használni. Ez a gépjármű alá értendő ez alatt a motorkerékpár is, akár a segédmotorkerékpár, mint jármű is, nagy motorok. Tehát ezeket ezért láthatjuk az úton, ezek akik munkában és egyéb más ügyek intézésére használják. Tehát a motorok már kint vannak az úton. Vezető baleseti okok évek óta a sebesség nem megfelelő megválasztása, az elsőbségi jog meg nem adása, az irányváltoztatás szabályainak be nem tartása és a szabálytalan előzés. Pillanatok alatt pikpak a semmiből előkerülnek, és ugye nem beszélve arról, hogy az ő láthatóságuk a többi gépjármű részéről korlátozott, mert ugye jóval egy válszélességet lehet ugye egy kerék, motorkerékpárból látni, jóval nehezebben észrevehető. Azt ne felejtsük el, hogy egy motor azért 4-5 másodperc alatt 100-as tempót tud elérni. Vegyük akkor alapul egy lakott területen, egy 50-es tempót 2-3 másodperc alatt egy motorkerékpár elér. Tehát addig, amíg mi egy tükörbenézéssel eddig meggyőződtünk egy irányváltásról, egy elindulásról, a 2-3 másodperc alatt ezek után akár egy motorkerékpár is ott lehet. A szakember azt mondta, bár a szezon még csak most kezdődött, már volt halálos kimenetelű motoros baleset. A koronavírus miatt pedig a tanfolyamok is szünetelnek. Hivatalosan március 1-től lehet oktatni és a rutinpályát használni, a korlátozások azonban ezt hamar felülírták. Hogy ezek a tanfolyamok mikor folytatódhatnak, azt egyelőre nem lehet megjósolni.